Ma a délelőtt tanévnyitó ünnepséget tartottak a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban. A programra többek között eljöttek az új, illetve a már több éve az intézménybe járó hallgatók is. Horváth Rihárd polgármester köszöntőjében elmondta, hatalmas tisztelet jár azoknak, akik munka és család mellett vállalják a továbbtanulást, azonban ezeknek az erőfeszítéseknek mindig meg is lesz az eredménye. Nagyon büszkék vagyunk, mert egy összefogással valósult meg. Egy olyan összefogással, amely példaértékű, országosan is példaértékű. Hiszen itt arról van szó, hogy az egyetemek, a BOS és a város közösen elindította ezt a képzési formát. És azért vagyok erre nagyon büszke, mert ez az összefogás, ez az elszántság csak ezt tudja előrevinni, ezt a várost és ezt a nemzetet. Ezután Gulyásné dr. Csekő Katalin, a Budapesti Gazdasági Egyetem dékánja, és dr. Saraf Hassan, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dékánja hivatalosan is megnyitották a 2019-2020-as tanévet. Gulyásné dr. Csekő Katalin egy rövid novella elmesélésével közvetítette ünnepi gondolatait. Két dologra tanít meg bennünket. Egyrészt a bátorságra és a józan ítéletre. Szeretném azt mondani, hogy akármilyen félelmetesnek fognak tűnni a jövőben a vizsgák a Facebook bejegyzések alapján, a vizsgák nem félelmetes cápák, hanem nagyon hasznos események. De amire igazán megtanít bennünket ez a novella, hogy csak akkor leszünk boldogok, ha azt tanuljuk, amit szeretünk, és utána azt a munkát végezzük, amire egész életünkben vágytunk. Ezután dr. Saraf Hassan dékán arról beszélt, 4 évvel ezelőtt indult a képzés, és az első évfolyam 50%-a már mérnöki munkakörben dolgozik, jövő nyáron pedig már diplomát tarthatnak a kezükben. Az első szó inkább a gratuláció, gratuláció a városnak, mert meghozta ezt a döntést, gratuláció a cégnek, aki mögé állt, mert tulajdonképpen 4 szereplős ez az esemény, ez az egész eredmény, amit most látunk, hogy van a város, ez az alap, meg van a cég a háttérben, és vagyunk mi az egyetemek. A programon Füzér Tibor, a Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium tanulója verset szavalt el. És az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek.